Hey! Végre felrakodjon be egy új videót! Ráadásul teória! Te jó ég, már azt hittem, hogy meghalt! Hehe, mégse. Eléggé elfoglalt voltam mostanában, viszont úgy érzem, hogy mától megint vissza tudok durranni a YouTube-os életbe, és minden nap tudok nektek alkotni valamit, remélem sokan örültek neki, Zsombej fanok. Így videó visszatérésképp egy teóriát hoztam el nektek. A mai nap folyamán Green Herobrine kerül bemutatásra. Ő lesz most a 40. rész óta az egyetlen egy karakter, akivel foglalkozott Moose, tehát most videóelemzés is lesz, illetve story time is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miben fog különbözni Herobrine-tól, illetve hogy milyen kapcsolat lehet köztük. Ne is húzzuk tovább az időt, kezdjük el! Jaj, Moose, milyen rég láttalak! Habár a videó elején poénra vették ezt a dolgot sárkkal, már egy-két perc elteltével resztumfáklyákat találtak a világban. Tudták, hogy Green Herobrine-t keresik, de azt nem gondolták volna, hogy egyből nyomra bukkannak és meg is találják. Vagyis hát a közelében járnak. Az út egy bánya bejárathoz vezetett. Már alapból az is furcsa volt, hogy a bánya tele volt glowstone-nal és maragddal. Egyértelműen látszott, hogy az út lefele vezetett, de még csak menniük se kellett, ugyanis valahogy víz is került oda, ráadásul nem is kevés. Rengeteg hülyéskedés és maragdbányászás után leértek a bánya legaljára, és ezt találták. Egy újabb szobor vagy emlékmű, de már ott volt az, akit kerestek. Mint látjátok, Green Herobrine már ott van a közepén. Eleinte barátságosnak látszott, de miután Shark próbálta megakadályozni a spannolását azzal, hogy elkezdte kiütni a szobrot, tűzgolyókat kezdett ellőni, és a későbbiekben, amikor már menekülniük kellett Moose-éknak, villámokat is szórt. Szóval egy ismét nagyon erős és határozott karakterről van szó. És még csak nem is ér véget. A smaragdércek és blokkok zöldgyapjúvá változtak át. Tehát képes volt blokkokat változtatni, amiket arra is használhatott, hogy játékosokat térített meg, akik ebbe a bányába tértek. Elvégre kit ne érdekelne egy kis maragd. Összegezve tűzgolyóval és villámokkal támad, képes maragdért, smaragdblokk, glowstone-t és zöldgyapjút letenni, és vízzel lassítani. Nem semmi. Már nagyon közel jártak a bánya kiáratához, amikor is Moose egyre nehezebben tudott menekülni. Egyfolytában beszúrt a smaragdblokkok tömkelegébe. Green Herobrine nem volt képes elhagyni őket. Az üldözés akkor sem maradt abban, amikor kiértek, ugyanis Moose mögött már ott volt a rengeteg smaragdblokk. Egészen a videó végéig követte is őket, majd a nézők segítségét kérték, hogy hogyan érdemes elmenekülni, vagy esetleg lehetséges, akkor elpusztítani, blablabla. Bla, bla. De most következzék a story time. Ennyi creepypasta után már azért feltételezhetünk egyet-mást. A 10 rész alatt ez lesz az egyetlen egy karakter, amit jobban megismerhetünk, hiszen ezzel találkoztak Moose-ék, a többi karakterről viszont csak írás maradt meg. Ki lehet az a Green Herobrine? Az én legnagyobb feltételezésem az, hogy ő valójában Herobrine. Igen, nem a testvére, apja, nagybátyja, dédje, uncsi, tesója, haverja, stb. Miután Herobrine elpusztult, ami ugye akkor történt, amikor Boss Steve megjelent és sikerült legyőznie, ki tudja, hogy sikerült-e túlélnie. Semmi info nem volt hallható abban a storytime-ban, így nem lehet tudni, hogy miután Boss Steve elment a lakatlan szigetre, Herobrine újraélett és más színben bújdosva élte le maradék életét, mármintha képes meghalni azok után, hogy még egy saját spannoló emlékműje is van. Hasonló erőkkel rendelkezik, mint a két karakter, ezért is vagyok biztos abban, hogy Herobrine és a zöld változata ugyanaz. Na de akkor honnan vannak a plusz képességei? Mivel képes blokkokat változtatni, így rengeteg játékos csalogathatott be a bányába. Mindegyikükkel végzett, de közben nem támadták, így ereje folyamatosan nőhetett. Ki tudja, lehet a későbbiekben ismét átveszi a hatalmat Minecraftia felett. Remélem tetszett a 47. rész is. Nagyon imádtam ezt a videót elkészíteni, ugyanis nekem nagyon hiányzott már a teória videóelemzés része. Remélem te is így voltál azért vele. Ha neked is nagyon tetszett és kíváncsi vagy még a folytatásra, akkor nyomj a videóra egy lájkot, illetve iratkozz fel a csatornára és kattolj a mellette levő csengőre is, hogy kapj értesítést a következő videóról vagy élőadásról. Valamint kövess be Instagramon is, Zsombej HD-nak hívnak. Viszont én most búcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet és találkozunk legközelebb is, Zsombej fanok. Sziasztok!